Jó estét kívánok minden tanítványomnak! Ez a karantén, amikor elkezdődött, akkor is innen jelentkeztem. Most ugyan kicsit esik az eső, de hát, ahogy Pelikán elvtárs mondta a Tanú című filmben, az élet nem habos torta. Nagyon igaz. Akik csak a napos oldalra várnak, és csak azt szeretik, azokat nagy csalódásért. A dolog kiegészíti egymást, úgyhogy vagyok most lent egy kicsit közelebb Siófokhoz, itt ahol 25 ezer ember lakik, és ezen a 15 kilométeres partszakaszon egy augusztusi hétvégén, mondjuk vírus nélkül, egy augusztusi hétvégén akár 2,2 millió ember is lehet. Képzelhetitek, hogy milyen az infrastruktúra, hogy ezt elbírja. Na, de nem ezért vagyok most itt, hanem kedves tanítványaim, beérkezett egy-két dolgozat erről az Aranypolgár című filmről, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem találtuk meg a lényegét, vagy talán ilyen csúnyán nem mondhatnám, hogy elrontottuk, vagy elcsesztük, de szóval itt a lényegre azért rá kell jönni. Akárhogy is van, azért ezt a tárgyat most már lassan 8 hónapja tanulgatjuk, tudjuk, hogy hogyan kell a szöveteknek nekiesni, tudjuk, hogy kell boncolgatni, ha valamit nem értünk, akkor vissza kell menni, és meg kell nézni még egyszer, megvan ez a lehetőségetek, ami nekem, amikor még egyetemista voltam, sőt, még utána sem adatott meg, hanem még egyszer be kellett üljek a filmre, ha valamit nem értettem. De ugyanakkor talán ez ad mentséget is, hogy talán nem nézitek olyan szigorú szemmel, talán közben azért lecsúszik egy üdítőital, esetleg anya bejön és hoz egy meleg szendvicset, és közben nem állítjátok meg a filmet, hanem megy tovább, és így elveszítitek azt az információt, ami szükségeltetik ahhoz, hogy megértsük. Tehát segítségként szeretném elmondani, hogy ez a Rosebud, vagy Rózsabimbó, azért mondtam az eredeti címén is, vagy eredeti nevén is, mert ne csak a szinkronban legyen benne. Tehát ez tulajdonképpen a film e köré csoportosul. Valójában az az újságíró vagy riporter, aki ezt fel akarja göngyelíteni, neki ez egy fontos információ, hogy ez volt az utolsó szava, és rá akar jönni, hogy mit akar ez jelenteni. Így bontja ki a cselekményt. Akikkel találkozik, akiket meginterjúol, vagy akikkel beszélget, vagy akik ha hármas számban kerülnek elő, tehát valaki mesél róluk, az mindez segíti, hogy megértse, hogy ez az ember, ez a Kane, ez hogyan élt, és hol volt az a pillanat, ahol eltávolodott attól a saját énjétől, vagy attól a fiatal lelkétől, ami ő maga volt, és hogy lett egy műember, akinek mindene megvolt, és egyetlen egy dolog hiányzott neki, csak a boldogság. Úgyhogy, ha nem jövünk erre rá, akkor nem értjük meg a filmet. Úgyhogy tessék szívesen figyelni azokra a részletekre, amelyekben lakik az ördög. Szokták mondani, hogy az ördög a részletekben lakik. Hát ez a filmművészetre alapjába véve igaz. Oda dugják el nekünk az üzenetet. Annak ellenére, hogy 1941-es a film, nem egyszerű. Még ma sem olyan könnyű minden részét és a szövetének minden egyes részletét fölfejteni. A fickó egyébként, mármint Orson Welles, hogy kaphatott egy ekkora filmet? És hogy kaphatott ilyen szabad kezet ez a filmhez? Képzeljük el, 26 éves, még annyi sincs, és gyakorlatilag úgy adja neki a stúdió a filmet, hogy nincs az utolsó vágás a kezükben, azokkal a szereplőkkel dolgozik, akivel akar, és gyakorlatilag bármit megtehet, nincs semmi, ami felette lenne. Hogy érhette el ezt, amit gyakorlatilag
Woody Allen ért el talán a 80-as évek elején, amikor 78-ban az Annie Hall-al megnyerte a legfontosabb Oscarokat, a legjobb főszereplőt, a legjobb filmet, a legjobb rendezést, és ha nem tévedek, akkor még a legjobb női főszereplőt is megnyerte a Diane Keaton, aki az Annie Hall címszerepét játszotta. De ez csak egy mellék volt. Amit akartam mondani, hogy kaphatta meg egy fiatal ember, aki még életében nagy filmet nem csinált, hogy lehetett, hogy egy stúdió gyakorlatilag átadta neki a teljes filmet, a teljes teljhatalmat a film felett. Ezt tudnatok kell, hogy a színtársulatával egy pár évvel előtte csinált egy rádiódarabot. De olyan rádió műsort csinált, hogy nem egy rádióadás volt, amiről mindenki tudta, hogy ez egy rádiójáték, hanem beépítette a rádióállomás struktúrájába a saját darabját. Ez azt jelenti, hogy úgy tűnt, mintha normálisan menne a rádió műsor, félkor hírek, kis reklám, egészkor nagyobb hírek, negyedkor közlekedés, félkor megint kis hírek, egy kis időjárással és valami kis városi programmal. Tehát a lényeg az, hogy ebbe a struktúrába beépítette egy rádiójátékot, mégpedig egy nagyon éles rádiójátékot, ugyanis úgy adták elő, mintha megtámadták volna idegenek a Földet. És nem a fantazmagória termékeként, hanem mintha valóságos rádiótudósítás lett volna, hiszen akkor még gyakorlatilag televízió nem volt, ez volt a főforrás, rádiókat hallgattak az emberek, főleg autókban, illetve otthon. És úgy építette fel ezt a rádiójátékot, hogy az emberek nem tudták, hogy egy rádiójátékról van szó. És a speaker, aki kiment és tudósított róla, hogy mi történt, jöttek a hangok, jöttek a különböző embereknek a sokkolt véleménye, és az emberek, ha hiszitek, ha nem, elindultak, a saját otthonukból összepakoltak, nem egy és nem kettő, több tízezren, de lehet, hogy akár százezren, hogy elmenekülnek arról a helyről, mielőtt még az idegenek inváziója eléri őket. Úgy kellett leállítani a rádióállomást, és úgy kellett mondani, hogy ez csak egy rádiójáték volt, kérem, ne ijedjenek meg, menjenek nyugodtan haza, ez csak Orson Welles-nek a rádiójátéka volt, és ettől Orson Welles és a színtársulata gyakorlatilag bevonult a halhatatlanok közé. Így kaphatta meg ezt a filmet, és így volt lehetősége, hogy szabadon azt csináljon, amit akar. Úgyhogy ezt nem írtam le, de gondoltam, most elmondom, hogy megértsük, hogy ez a fene gyerek, aki egyébként akármennyi pénzt is keresett, valahogy mindig kicsúszott a kezéből, sok filmet el kellett vállalnia, sok filmszerepet, vagy 90 szerepet játszott összesen, nem csak a saját filmjeiben, hanem egészen gyenge filmekben is, mert nem volt elég pénze már ahhoz az élethez, amit ő dőzsölt. Úgyhogy talán kicsit szétszórt voltam, de ezt el akartam mondani erről az Orson Wellesről, hogy tudjuk, hogy ilyen fiatalon csak így érhette el ezt, hogy egy teljes filmet elkészítsen. Ráadásul tulajdonképpen ez a főszerep, ez, akit ő Kane Citizen Kane-nek, tehát Kane polgártársnak hív, és csak a magyar fordítás, ez az aranypolgár, ő tulajdonképpen megtestesít egy média mogult, egy Hearst nevezetű média mogult, aki tulajdonképpen felvásárolta Amerika összes akkori újságját. A rádió mellett gyakorlatilag az újság volt az egyetlen komoly média. És olyan áron, $1 alatt, 99 centért, hogy nem tudott vele senki konkurálni. Először a keleti parton kezdett, aztán gyakorlatilag Közép-Amerikát, majd a nyugati partot is meghódította. És mondjuk úgy, hogy nem válogatott az eszközökben. Nem lehet azt mondani róla, hogy mindig az igazat mondta volna. Nem lehet azzal vádolni, hogy grállovag lett volna. Úgyhogy a médiának, mint hatalmi ágnak tulajdonképpen
a megjelenése az Rudolf Hörsttől datálódik. Ő volt az első, aki erre ráérzett, hogy itt a média az több annál, mint egy egyszerű újság, vagy egy egyszerű műsor. És ami érdekes, hogy talán hallottatok már a Pulitzer-díjról, vagy Parlitzer-díjról, tulajdonképpen egy igazi újságíró, egy igazi szerkesztő volt Parlitzer, aki Hörst előtt, ha nem is egy egész média birodalmat, de nagyon sok újságot és újságszerkesztőséget irányított. Talán a BBC követi az ő eszméjét a független újságírás megteremtésére való törekvésével, amit persze sohasem érhetett el, mint ahogy jól tudjuk, már beszéltünk róla, nincs semmilyen független sajtó, sem független média, mindenki függ valakitől. Na most ez a Mr. Parlitzer volt az, aki tulajdonképpen ellenfele lett Hörstnek, mégpedig abban, hogy minél olcsóban adta az újságot, a Hörst mindig tudott olcsóbbá tenni újságot, tehát gyakorlatilag le kellett menni egy olyan árra, ahol már nem volt számára gazdaságos. És el kellett gondolkodni azon, hogy azokon az elveken, amiket ő meghirdetett, és amelyek fontosak voltak számára, azokat meg tudja-e még tartani, vagy pedig ezek az elvek csak elvek maradnak, és ahhoz, hogy a piacon maradjon, át kell venni azokat a médiafogásokat, amelyeket Hörstnek diktáltak. Ebbe örlődött bele egy kicsit, hogy igazán nem tudott dönteni. Látta, hogy kicsúszik alól a talaj, megpróbált valahogy a félúton elevezgetni, de gyakorlatilag belebukott. De azért örülök neki, hogy Mr. Parlitzerről van elnevezve ez a díj, és nem arról a Hörstről, akit gyakorlatilag Orson Welles megformált. Természetesen Hörst bedobott mindent, hogy az RKO, a stúdió ne tudja ezt a filmet a forgalmazókhoz eljuttatni. Mindent bedobott, ami létezett, de nem tudott igazán, mert még inkább reklámot jelentett ez a filmnek, hogy a média mogul ki akarta ezt a filmet gyakorlatilag dobni, megsemmisíteni, hogy senki se láthassa. Ezért a bemutatója 1941-ben igazi nagy bemutató volt. Annak a képét mellékeltem egyébként, amikor a 26 éves Orson Welles kiszáll az autóból, és gyakorlatilag a premierjére érkezik, a filmjének a premierjére. Na, hát ennyit gondoltam így adaléknak, talán kicsit többet beszéltem, mint amennyit kellett volna, elnézést kérek érte, de senki sem látja, hogyha valaki esetleg nem hallgatta végig ezt a beszélgetést. Úgyhogy ennek tükrébe várom szerdán a dolgozatokat, szerdáig pontosabban, és ha kapok egy-két dolgozatot, hamarabb annak örülök, és a pénteki óránkon pedig akkor találkozunk a Classroomban. Köszönöm, szép estét mindenkinek, innen a Balaton partjáról, jó éjszakát!